tiszta feketében. Ott láttam a babát, tiszta feketében. Tiszta feketében, a paksi származású népdalénekes Juhász Kitti és Morvai Tamás jazzgitáros koncertje nyitotta a Kárpát-medencei testvérvárosok élő online találkozóját. Juhász Kitti gyermekkora óta rajong a citeráért, ahogyan az éneklésért és a közös muzsikálásért is. A két fiatal a Budapesti Zeneakadémia falai között találkozott először. Saját zenei stílusvilágukat jellemzi a magyar népzene, népdalok és a jazz összefonódása. Engemet is kéretelt szegény kondás legény, öröme a nénémnek cifra szabó legény, ejj de nekem síralom szegény kondás legény. Paksváros önkormányzata és a Gastroblues Fesztivál több évtizede ápolja kapcsolatait a határon túl élő magyarokkal. Ha szükség volt, gyűjtést szervezett a megsegítésükre. Paks abban a kivételes helyzetben van, hogy testvérvárosaikból származnak olyan zenekarvezetők és zenekari tagok, akik a legünnepeltebb kárpát-medencei folk, világzenei és nemzeti rock együttesekben játszanak. Ez a Nemzeti Összetartozás éve alkalmából került megrendezésre a Kárpát-medencei Testvérvárosok Zenés Találkozója. Ezt nyilván azért szerveztük a Kárpát-medencében, olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy testvérvárosaimban olyan jeles előadók vannak, akik az egyes testvérvárosaimban születtek. Így például Pál István Szalonna, ugye, aki viski származású, testvérével Pál Eszterrel lépett fel, illetve a felvidéki Galántáról Szarka Tamás érkezett, ugye, aki a Gimes Együttes szólistája volt, ezúttal saját zenekarával érkezett, illetve hát még ki kell emeljem azt is, hogy Kézdi Vásárhelyről is érkezett fellépő, illetve ott született fellépő, hiszen Gáspár Álmos a Kormorán együttes hegedűse onnan származik, illetve hát ezúttal, tehát ezen a napon terveztük azt, hogy a délvidéki Zentával is megköti Paksvárosa a testvérvárosi szerződést. Sajnos ez is majd a koronavírus helyzet után valósul meg, de innen is volt egy fellépő, hiszen a Kormorán énekesnője Fehér Nóra is ebből a városból származik, itt született Zentán, úgyhogy ez egy ilyen, tényleg ilyen össztestvérvárosi találkozó volt, és volt paksi származású fellépő is Juhász Kitti személyében. Úgyhogy lehet, hogy ezt egyébként folytatjuk majd a következő években, lehet, hogy kiterjesztve más testvérvárosokra is, úgyhogy szerintem jól sikerült, elsősorban itt ugye a népzene volt a fő műfaj, de volt, aki jazzzel, volt, aki rockkal vegyítette a folkzenét. Az előadók is megosztották ezt a koncertet, tehát lehetett látni, hogy honnan érkeznek ezek a nézők, azért ugye Viskről, tehát a testvérvárosainkból, Galántáról, Kézdi Vásárhelyről, ezeket nagyon szívesen nézték, és jöttek az úgynevezett kommentek, amikből lehetett látni, hogy ki honnan érkezik, mint felszólaló, úgyhogy ezeket követtük, és itt is a 4000 körül volt a látogatók száma. Mindenki itt él most már Magyarországon, valamennyi tag, tehát nem kellett nagyon az utazással foglalkozni, illetve hát ugye Szlovákiából még engedélyezett a beutazás, tehát ott nem volt komolyabb probléma. Tehát Szarka Tamás be tudott jönni, illetve a zenekarából pár tag, aki ugye onnan származik, de például vendégénekesként Keresztes Ildikó is fellépett a Szarka Tamással, úgyhogy ez is egy érdekes színfoltja volt a koncerteknek, és ugye elmondható, hogy karácsonyi dalok is voltak a programban, úgyhogy ez is egy érdekes színfoltja volt a koncertjének.
esik eső, zúg a malom, esik eső, zúg a malom, bort iszik az ingalambom, csuhaj, haj. Ej, hadd igyék, hadd mulasson, ej, hadd igyék, hadd mulasson, csak én hozzám, hű maradjon, csuhajjak.